agysebésznek készült, mégis zongoraművészként lépett először a világot jelentő deszkákra, és való igaz, a magyar filmművészeti lexikonban is helyet kapott, napjainkban mégis talán a legnépszerűbb magyar műsorvezetőként, televíziós személyiségként tisztelhetjük őt. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket ismét Gyertyafényben! Jaj, úgy örültem, hogy találkoztam veled. Szervusz, ne arra, hogy rohannom kell. Körülbelül arra gondolok, hogy gebedj meg. És téged sokan megszólítanak az utcán? Sokan, hogy nem. Múltkor is mentem a körúton, jött velem szemközt egy aranyos, kedves, hófehér hajú nénike, egy kis egészülke kabátkában, mintha egy Walt Disney filmből lépett volna ki. Megáll velem szemközt, és azt mondja, hogy jaj, Istenem, ugyan nem csal a szemem. Most ha az ember szemtelen akar lenni, akkor azt mondja, hogy drága néni, attól függ, hogy mit tetszik látni, ugye? De hát ilyet az ember nem kérdez, csak áll, báván vigyorog. A néni folytatja, Istenem, az maga a családunk kedvence. Valahányszor meglátom a képernyőn, szeretném lepuszilni onnan. Fogjon már velem kezet. Jaj, drága néni, nagyon szépen köszönöm, igazán jól esett, nagyon kedves. Szóval, ha én otthon elmondom a családomnak, hogy személyesen is találkoztam Vas István Zoltánnal, hogy ezek ilyen szívet melengető pillanatok. Van olyan szituáció, amikor ez kellemetlen, hogy megismernek az utcán? Érdekes módon nem is így az arcomra figyelnek fel, inkább a hangomra. Inkább a hangomra, valahol megszólal a boltban, vagy valahol mindenki fölkapja a fejét. És azt mondja, csak nem maga Antal Imre. Akkor én kihúzom magam, és mondom, hogy de, hát én vagyok, igen. És szerinted hogy gondolnak rá? És akkor így folytatja az, ilyen kicsi, kérdi számon kérően. Ugye nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen hosszú lófejhez csak ez van alól, hát kérem sajnos. Egyébként ez zavart téged valaha is, vagy nem vagy egy kosaras termet? De egyáltalán nem, egyáltalán nem. Mozart is kicsi volt, Napóleon is kicsi volt, és neked alapelben, hogy te se vagy egy olyan párducos termet. Ezért is mertem megkérdezni. Igen, szépen ezért szoktam mondani, hogy jóból keveset adnak, tessék. Itt az. Egyébként ez a nagy társaság, az egy társasági ember, vagy ez talán onnan is adódik, olvastam a könyvedet, Pami a címe, erre majd kitérünk, hogy miért pont Pami, hogy nagy családod volt. Ez egy nem mindennapi gyermekkor volt. Hogyne, a gyönyörű gyerekkorom volt. Hát édesanyámék 8-an voltak testvérek, apámék 5-en. És ők voltak a legkisebbek mind a két családban. Most képzeld el, amikor a két kicsi összeházasodott és megszületett az unoka, hát összegyűlt a család. És hát mit lehet mondani egy újszülött? Hát ugye az piros, ráncos, itt csinál a szörnyű látvány. És hát valamit kellett mondani, és valaki azt mondta, hogy néztek ott engem a pelenkázón, és azt mondta, hogy jaj, Istenem, tiszta apja. De megszólalt anyai nagyanyám, azt mondta, nem baj, fiú. Így indult az én szépségem történetem. Mert hogy az édesapa? Így is hasonlóan szép volt, mint én. Mivel foglalkozott? Kérlek szépen, apám, amikor én születtem, akkor ő tanító volt, aztán később rengeteg munkával, tanulással megszerezte a tanári diplomát. Édesanyám pedig óvónő volt, úgyhogy egy gyerek paradicsomban töltöttem a gyerekkoromat, egy óvodai szolgálati lakásban, mert el tudod képzelni, hatalmas udvar, homokhegyek, bokrok, fák, csuda volt. Milyen botrányokat csaptatok? Botrány nem. Érdekes, én jól nevelt kisfiú voltam, arról nem is beszélve, hogy én nagyon-nagyon sűrűn beteg voltam. Minden gyerekbetegséget megkaptam, volt völhelyem, kanyarom, mumpszom, sárgaságom, bárányhimlő. Vele egyszerűbb, ha azt mondom, hogy emlékeim szerint méhen kívüli terhességem nem volt, de egyébként mindenen átestem. Ha megmutatom neked ezt a fényképet, akkor erről mi jut eszembe? Kérlek szépen, ez a Hódmezővásárhelyi, akkor még Sós István utcai óvoda előtt készült. Ez egy kis bunda, amit sokkal korábban kaptam, egészen kicsi gyerekkoromban, de annyira nem volt pénzünk, hogy ezt a bundát hordtam, nem tudom, egészen 5-6 éves koromig, télen persze. Hogy ment a sorotok? Kérlek szépen, nem, gazdagok soha nem voltunk, hát pedagógusok, a kedves pedagógus nézők pontosan tudják, hogy ma is ugye, hogy mennyi anyagi jav szakad a fejükre. Apám mindig panaszkodott is, azt mondja, most mondd meg én, mit lopjak, krétát? Hát azt tényleg nem érdemes lopni. De az ilyen tisztesen éltünk, hát mivel vidéki óvoda volt, Jószágudvar, hát ott természetesen csirke, kacsa, liba, disznók, úgyhogy ennivalónkod mindig jól megvolt.